Sziasztok! A mai videóban szeretnék neked megmutatni egy díszítést, mégpedig Aurora porra, és magával a porral fogok egy ombrés átmenetet készíteni. Egy rétegbe lekentem fehért, egy körömre értelemszerűen kettő rétegbe kenjük, és ez csak maga a szín, szóval ragacsos. Utána pedig fogom az Aurora poromat, és mintha a körömágytól indulnék ki, ide a körömágyi részre elkezdem beletapogatni. Látjátok, hogy ott már bele van tapogatva, és elkezdek lefelé haladni. Majd pedig, amikor itt vagyok már, egyszerűen megfogom, és a kis maradék szemcsét, ami még akár az ujjamon, akár a felszínen van, belehúzom, majd pedig ezt fölfelé is megcsinálom. Még egy picit áthúzom rajta a kezemet. Itt látom, hogy egy picit hiányos. Majd pedig lefedem egy réteg fedővel, szalomba kettő réteggel. Ilyenkor szoktam mondani, hogy egy réteg fixálós, egy réteg fixálásmentes, és sokan kérdezitek, hogy ez miért. Azért, mert sokkal egyszerűbb, mint két rétegbe fedni fixálásmentessel, és várni, vagy megreszelni, vagy pedig nagyon figyelni rá, hogy ne kössön ki teljesen. Úgyhogy én mindig így szoktam dolgozni a szalomban, majd pedig ezt is kiköttetem. Amint kikötött a fedőnk, abból pillanatban kész is van a mintánk. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!